Dicsőséges Úr van itt. Igen, én kérettelek, Atyám, tanácsot kell. Carlos miatt nyom a gond, súlyosan megsértett engem. Nyílt lázadással támadt király atya ellen. Mit határozott fölséged róla? Ítéletet. S mi legyen az? Számüzetés, avagy a vérpot, Mózes, de föloldoz-e majd haláláért az egyház? Az ország békéje több, mint egy lázadónak élete. Férjét onthatom-e fiamnak, én a keresztény. Üdvösségünk írt az Úr, szent fiát elhozta fel. De Isten nyomdokán mehet-e földi ember? Az Úr a Golgotán nekünk ők példát rendel. És a vér szava néma, a természet törvénye semmi, érvénytelen, ha megszólal Isten és a hit. Köszönöm. Rajtam a sor, hallgasson rám, Félség. Eretnekség nem volt itt, de honba még, de szítja már egy démon, akár hozott tüzét. Király barátja ő, meg hit bizalmas társa, ahol élet otthus lesz a pillanatása. Don Carlos lázadó, s vélet nyíltan szembeszállt, ám a titkos árulás ezerszer többet árt. És én az egyház fő, ezt tűröm ölbetett kézzel, és nem sújtok le így, hogy terjed már a métej, borzalmas kín halál, és én a sodra vár. Nem tudtam elviselni napjaimnak terhét, kellett egy baráti szív, mely vélem együtt érez, egy ember, aki megért, s megleltem őt. Neked földi társ kell, neki koronáddal égi kéz, így alázom le önmagam. Elég, főpap! Már lelked bírák, az új tanúknak mérgek. Megtévedt észre széttörnéd a szent igaz, melyet az egyház jó voltából hord a világ. Ne légy el a kút, még nem késő a bánat, az Istennél a kegyelem, s a bűn bocsánat.
tönkre életem mű. Mi dolgom nékem itt? Mit is beszélek még? Az orr.